A színésznők milyen lehetőségük van ezen kívül persze, hogy egy versben megmutassák magukat? Mennyire örülsz annak, hogy van ez a lehetőség, hogy évente egyszer elmondhass sok-sok ember előtt egy szép verset? Hát egyrészt nagyon jó ez a dolog, hogy van egy ilyen lehetőség. Bár azt hiszem, hogy egy picikét, ahogy így most én ebbe belecsöppentettem magamat, én azon leszek majd most ezután, hogy egy picikét szélesebb körben buzdítsam a kollégákat erre. És ezt azért mondom, mert az elődöntő annyira jó hatással volt rám, illetve kettős hatással, egyrészt az, hogy úristen, milyen jól mondanak verset mások. Nagyon-nagyon tanulságos a dolog, tehát már csak amiatt érdemes ilyen eseményeken részt venni, kollégaként, meg ezt a pályát űzvén, mert nagyon-nagyon tanulságos. Ez az egyik legnehezebb műfaj kiállni egyedül egy verssel színpadra. És azt gondolom, hogy viszont annyira a munkánk része, hogy ezt így el is szoktuk felejteni, csak amikor valami felkérés van, és akkor annak így megpróbálunk megfelelni. De ezekben a pillanatokban benne van az én választásom, az, hogy én erre hogyan készítem föl magamat. Tehát annyi minden sűrűsödik ebben, és ez, amikor így nézem a többieket, akkor ez olyan aurával ruház föl mindenkit, hogy ez nagyon-nagyon csodálatos dolog. Tóth Krisztina, az árnyék ember. Elég necces labdákat küldesz. Édes. Ez az Adrien például. Nem jön át. Így névre jó. Csak test közelben éles. Mindezt nem azért mondom. Csak úgy. Na hát. Elállt végre. Beszéljünk erről inkább. Abba maradt a többnapos eső. Maradjunk annyiban, hogy ez még nem volna baj. Csak nem túl jó leső. Jutott más is az éjszaka eszembe. Hogy a bólogatós halogénlámpa itt kéne légy, hogy te is lásd. Ha szembeállok, kicsit az elveszett cicára hasonlít, ahogy a fejét tartja. Míg néztem, kikísérleteztem egy két arcú embert a falra, egyik kezem a másik kezemben, ez nyilván nem fog összejönni újból. De én a helyedben vigyáznék magadra. Szóval, egy kétarcú ember újból, mintha imádkoznék a falra. Hajnalban aztán valaki hívott, de téves. Az is lehet, hogy az a kétarcú ember. Hát lehet egy árnyéknak hangja. Édes. És mit csináljak? A két